Keserű a szájíze, aki narancsot facsar nyáron. Ebben a piaccsarnokban ma 800 forintért adták kilóját, a banánért pedig 450 forintot kértek kilónként. Szinte azonnal drágulnak az importtermékek, ha gyengül a forint. Többe kerül ugyanannyi déli gyümölcsöt behozni az országba, mint néhány héttel ezelőtt. A citromot nézzük, a narancsot, a kivit, a grapefruitot, tehát ezeknek az árai mind nagyon magasan vannak, a tavalyi árhoz viszonyítva is. Kedden 4 év után vágott kamatot a jegybank 0,9-ről 0,75%-ra. A forint pedig tovább gyengült azóta, a kunával szemben is. Ez rossz hír a nyaralni készülőknek. A horvát pénzzel szemben 3%-kal kevesebbet ér a miénk, mint néhány nappal ezelőtt. A Nemzeti Bank új alelnöke az állami rádióban ma további kamatvágásról beszélt, azt mondta az utolsóról. A következő hónapban, tehát július hónapban még maximum 1-15 bázispontos hasonló kamatcsökkentésre van lehetőség, ezt én személy szerint javaslom is majd a monetáris tanácsnak, de ott meg kell állni, tehát ott vége. 0,6%-ig csökkenhet az alapkamat az alelnök javaslatára. A forint hirtelen erősödni kezdett a reggeli bejelentés után, de alig 1 óra alatt visszagyengült, délelőtt újra majdnem 355 forintot kértek 1 euróért. A portfólió szerint a jegybank nem akar gyengébb árfolyamot, azért harangozták be az újabb kamatvágást, hogy hűtsék a piaci várakozásokat. Az az üzenet, hogy viszont tovább nem akar a jegybank vágni, és nem akar a 0%-os kamat irányába még jobban elmozdulni, az egyben rögzítheti is ezeket a várakozásokat, és akár stabilizálhatja is egy előremutató kamat pálya mentén a forintot is. Ha júliustól újra vágnak az alapkamaton, augusztustól valamivel tovább csökkenhet a kölcsönök törlesztője is. A meglévő változó kamatozású lakáshiteleké átlagosan havi 200, az új kölcsönöké 600 forinttal a bankmonitor szerint. Ez egy 10 millió forintos felvett összeg vonatkozásában a havi 59.000 forintos törlesztőrészletet 58.400-58.500 forintig csökkentheti. A jegybank alelnöke ma nem kommentálta a forint elmúlt napokban bekövetkezett gyengülését. Azt mondta, a gazdaság élénkítése miatt vághatnak 0,6%-ig az alapkamaton, hogy támogassák a koronavírus járvány utáni kilábalást.